Mire emlékszel vissza a legszívesebben szerinted? Melyik volt a legszebb pillanat? Hát az első gólomra Debrecenbe, az voltán nekem a legjobb pillanat itt. Meg az a három meccs, az nagyon jó volt, ott sikerült ugye öt gólt rúgnom. Ezen kívül, amikor megvertük itt a Fradit 2-1-re, az, az, hát az, nagyon jó volt, mert hangulat volt, illetve a videó talán perces győzelem az volt még nekem nagyon szép emlék. Van esetleg olyan, amit mondjuk inkább elfelejtenétek? Hát ez a puskás meccs ez nem volt az nem volt igazi, de alapvetően én azt mondom, hogy hogy a szezon az nem volt kiemelkedően jó, de de azért hoztunk egy jó átlagot, és ö, ö, voltak szép meccsek, mondom itt akár a Ferenc amikor megvertük, hát ugye ők azért a Torony vezették a bajnokságot, mindenkit elvertek, itt ha le tudtuk őket győzni, akár a Videótól, aki azért mégiscsak odaért a vége második helyre, vagy a Debrecent. Szóval azt nézzük, az első háromból mind a hármat sikerült elkapni, amíg, amíg én itt voltam, ez abszolút pozitív. S a saját teljesítményeddel egyénire elég, mennyire vagy elégedett? Hát én három része szedném. volt az elején a, a négy meccses időszakom, amikor nem sikerült gólt rúgnom, mert kiállítottak. Utána ott, ott, kicsit helyre tettem magamat fejbe, sikerült Debrecenből ugye gólt rúgnom, és akkor igazából egy elég nagy gátat tudtam átszakítani. Annak kérdően, hogy nem voltam görcsös, de azért éreztem, hogy kell gólt rúgni, és akkor nem lejött rólam a teher, sikerült megint gólkat rúgni, utána volt egy sérülésem, a derekam az hát, becsípődött ott valami, nagyon fájt, és ezért is kellett kiadnom két meccset az utcsó kettő meg már úgy voltam, hogy ha, 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 fáj nem baj, de akartam nagyon játszani. Ugye jön a szünet, hogyan töltődsz fel a következő szezóra? Én járok egyetemre, szóval én most kezdődik a vizsgédőszak. Most még jövő héten még, még be kell járni egy-két órára, utána kezdődik a vizsgédőszak, szóval lesz hat vizsgám, azokat le kell tennem. Utána jöhet a pihi, barátnőmmel megyünk, elutazunk egy hétre Spanyolországba, szóval ott, ott fogok feltöltődni.